szoftvere. A kemencei kisvasúti napra tartunk, és valószínűleg egy utolás késésre odaérünk. Mert a válasz hozza a formáját, és már most 10 perc késésre vagyunk, és pont 10 perc van a csatlakozásra. Szabad a busz. Úgyhogy ha csak valami oltári szerencse nem történik, akkor a 10 óra 15-es következő busszal kell mennünk. Szóval legalább Szabon lesz idő szétnézni. Úgyhogy fejleményekről majd beszámolok. És majd legközelebb jelentkezek kemencén. Lássátok, fele így néz ki az, amikor teljesen üres a posta BHV-nek az egyik vagonja. Most futottunk be szobalsóra. Hát most jelenleg 9 perc késés van, de szerintem már föltornázt a 10-re. És azt mondja, hogy 4 perc múlva fog indulni a kemencei busz. Hát nem sok esélyem van elérni. Nézzétek meg, fecske, BHV. Egyébként Vásztól már sikerült a 4-esbe foglalni egyedül, úgyhogy viszonylag kényelmesen telt az út. Amikor ment, akkor a panaszlék kondi is működött. Egyébként a posta BHV-ról sok jót most se tudok elmondani meg ezekről a fecskékről. Legszívesebben már mindent a bontóba látnám, se lejt alja új helyen. De hát most ez jutott. A hétvégén azért reménykedtem, hogy fölött lesz, de hát sajnos nem az volt. Egyébként szobalsó, az azért is érdekes, mert itt látjátok már a váltókörzete van. Innen még egy kilométer szó. Körülbelül vagy annyi se. De az állomásnak a vége az, mert benne van a váltókörzetben. Igen, általában itt szoktak leszállni, mert közelebb van a városhoz, vagy faluhoz. És akkor érkezés Szobra. Hát akkor most megpróbálom meg a lehetetlent, és kiszaladok a kemencei buszhoz, hát sikerül elérni. Sziasztok, sikerült elérnem a buszt, mert volánba is lehet bízni. 5 perc késés itt is volt, úgyhogy így már meg lett. Úgyhogy most már úton kemencére. Kemencei Erdei Múzeum vasúta Börzsöny északi részén található, Magyarország egyetlen kizárólag önkéntes munkával működtet kisvasútja. Technikai különlegessége a személyszállító kisvasútak körében is ritkaságnak számító 600 mm-es nyomtáv és a görbpályás vonalvezetés. 2000-ben a kisvasútak baráti köre egyesület tagjai állították helyre a korábban kizárólag erdészeti célú és az árvizek által súlyosan megromlált kisvasutat, és ma az egyesület tagjai működtetik. Minden évben július 4. szombatján rendezik a Kemencei Erdei Múzeum vasúton a kisvasutak napját. A megnyitó beszédek után következett a járműparádé. Magyar A vadászkocsi, amin ugye a vadászok ültek, ugye kifele tudtak lőni, akár a vonatról is, de inkább jellemzően ugye az erdei munkások, illetve a pályafenntartás dolgozói használták. Ugyan...
Mondanom sem kell, minden jármű kézifékes. Tehát ugye nálunk a légfű, ezeken a kis járműveken egyszerűen fizikailag nem fér el a légfű berendezés. Ezért itt bármilyen meredek a pálya, ugye említésre került az előbb az 50-50 éves esés. Minden járműben a kézifékes. Ezért is kell rengeteg személyzet a vonatainkra. A következő vonatelő egy szintén eredetileg két motoros kormányzatot, ami valami köszönjéhoz elmondjuk, a valami köszönjéhoz. Ebben is már egy Slavia motor dolgozott, azt még hagyjuk köszönjében cserélték ki benne. Következő vonatunk egy kicsit keletre vezet, ugyanis a következő vonatunk elején dolgozó EL9-es típusú NDK gyártmányú akkumulátoros bányamozdony valaha Bodrogszegiben, a Kaolin bányában dolgozott, de ugyanilyen mozdonyok dolgoztak Felsőpetényben, az ottani agyagbányában is, ahonnan a mozdony mögött látható két csille érkezett. Ugye a dolog úgy működött, hogy az EL9-es villanymozdony kihozta a felszínre a bányamozdonyba ezeket a 2,5 kubikméteres csilléket, majd ott lecserélték a mozdony célkönös üzemmozdonyba, és ez vitte el bánkra, a nagyvasúti átrakóra a mozdonyokat, ahol föltolta a magasrakodóra, és onnan ürítették a nagyvasúti kocsikra. A Bodrogszegi mozdonyt ajándékként kaptuk a szegi bánya felszámolásakor. Jelenleg nagyon jó szolgálatot tesz, mint hallják, jóval haltabb, mint egy dízelmozdony, tehát egy szomszéd barátabb megoldás az állomási tolatásokra. A vonatban eredeti kemencei járműveket láttak. Ahogy emlészetvezető úr is említette, itt korábban a kemencén az erdészeti kiszolgálás volt az elsődleges, turista forgalom nem volt, tehát nem kellettek igazából személykocsik. A vonatban is látható kéttengelyes, eredetileg tehetkocsi alvázatra épített kis személykocsik biztosították azt, hogy pályafenntartó kínál, az erdészet, erdélyi munkások, csebetanatok, kurányok, szállítások is nem tudják. Ezekkel a kis kocsikkal, több mint 200 km összhosszúságú kisvasúti hálózat üzemel. Ugye az egyik üzem volt Kemence és Bernece baráti, ami bár vágánnyal nem volt összekötve, de szükség szerint, ha a személyzetre és a mozdonyokra Bernecén volt szükség, akkor egész egyszerűen innen teherautóval átvitték a mozdonyokat és a kocsikat is, tehát persze az embereket is. A pilótos 1954 óta dolgozik itt. A 2000-es évek elején állítottuk helyre, és ma is a üzemelő jármű fogta egyik aktív tagja, aki már így lesz a személyvonatok személy közlekedés lebonyolítását. Most van a múzeum mellett, ami a múzeum előtti peron elé érkezik. A következő vonaton szintén eredetileg kajtelt és kemencei jármű. Szintén én kizövetőt a kemencei járkoztatot alapján jelentünk.
nem nagyon sokáig az érseki, az érseki volt az egyetlen nagyobb kemencei személykocsi, és a P2-es, amely korábban Királyréten dolgozott, az a 70-es évek végén került át ide. Bármennyire is meglepő, és nem túl nagy a hasonlóság a P5-öshöz, ő is egy MD40-es mozdony, olyannyira, hogy valószínűleg ő az egyetlen megmaradt gyári kivitele a csukott kivitelű MD40-eseknek. De kocsiért hasonló, ő belőle lett az ágy. Hogy milyen ágy? Hát egyrészt kényelmesen esett rajta az elején a fekvés, másrészt a esztergált végű, legömbölyített végű rakonca fák, azok eredetileg ágylábaknak kerültek ide föl, de nagyon jó szolgálatot tettek a kocsi építésnek. És már gurul is a következő vonatunk, némileg már nagyobb kocsikkal. Az alul lévő zárt személykocsi volt Vasútunk újkorának első zárt személykocsija. Somogy megyéből a Térmasztai Gazdasági Vasútból érkezett, lakásért szerezték fel a PSZ-nél, és aztán felénk egy még nagyobb jármű. A vasút nagyobb zárt személykocsija, amit nem véletlenül hívunk Dunakeszi kocsinak. Ugye ezt a kocsit és még tisztását a 60-as évek végén a Dunakeszi járműjavítóban építették, eredetileg a Királyréti erdei vasút számára, ahol már akkor is, még 600 mm nyomtávon évi több százezer utassal bődületes forgalom zajlott a 60-as években, és egyszerűen kellett egy olyan kocsit, amivel el lehet ezt a forgalmat vinni. És Dunakeszin az akkor ott épülő elővárosi nagyvasúti személykocsi alkatrészeiből építették.
megyünk menetrendszerint ilyen. Van az utána végállomástól, gyalog indultam vissza, Newton egy videó készítését elvesztem. Amiben sajnos az eső közbeszólt, de azért pár videót sikerült elhalmozni a népvonalon. Fekete völgy és Bodóval között található a Kemencei kisvasút legszebb erdei szakasza. A 4 km hosszú kisvasút 3/4 erdei szakaszon található.
Thank you.
és akkor sikeresen visszaérkeztem Kemencéről szobra, jelenleg itt a Lestinél várom a vonatot, egy sör társaságába, és a Metropolitannál fogok menni, azzal még úgysem utaztam mostanába, úgyhogy kb. 20 perc, ha megérkezik, hogyha ha az nem késik, egyébként vagy késések vannak a vonalon, mert már egy negyed órás 20 perces késéseket bemondta, úgyhogy hát előbb utóbb majd csak az, hogy jutok, most már rájének, úgyhogy sziasztok!